Na. Itt veszek mind a kettős részletet, mert a mai videóban nem más fogok csinálni, mint egyáltalán csinálni végre a videókat. Illetve elkezdtek egy másik kis jóféleséget. Igen. Jó. Igen. Most valahogy nem lesz belőle kicsit, hogy másféle sorozat lesz. Igen. Például egy igazi sorozat, mint a tévékben. Itt például a Papura, a Palotás Adának, hogyha nem ismerjétek, akkor írjátok be. Palotás Adő, hogy anyukátokat kerjétek meg, hogyha nem tudtok élni, vagy ilyesmi. És valószínűleg be fogja adni. Ja. Sős ilyen RPS videókat csinál, csak nem ilyen féléket, hanem ők jobbat. Szóval, ja. Akkor most egy előzetes, oké? Oké? Tam-tara-dam. Ja, ez nem kell. Egy ember élete. Te pedig ne szólj be mindenbe, oké? Au! Miért mindig ez a sors van az? Segíthetek. Ha? Jaj, Károcska, ne szólj be mindenkinek a dolgába, a kis nagy pofáddal. Oh! Azt is. És egyszer megpillantottam, és megéreztem benne, hogy ő tudna segíteni. Csak volt egy kis gond. Úgy sajnos nekik a oldalra állt. Csak enyhán szóval nézek. Mindig jó kedv tonta, kivétel, hogyha azokra nézek, akkor pont úgy fordítom. Lányom, gyertek arra. Persze. De volt kettő is, aki akartam segíteni, az egyik. Ugye az a farkas, és a másik pedig az a kutya. Nyerd meg! Persze. Ó, de rosszul csinálod, de mi? Háj. Úgy látszik, te semmi sem vagy jó. Mindent elrontasz, de nem vagy való. Ja, menjél ki! Ez annyira nem szép dolog, hogy kihasználni másokat. Ugye azt tudjátok. Butuska. Ugye tudod rajtunk, nem akarsz kifogni. Még az iskolából is ki tudnak dobni. Meg az egész életedből is. Szóval húzzál innen a kis fenekedkétől, meg a pufától, és adjál minket beszélgetni. És megint ne szóljál bele. Ez a mi dolgunk. Még megbasszolod. Ez még csak a eleje. Na, és ennyi lett volna ez a videó, csak bemutattam előzetes, szokásos előzetes. Majd csütörtökön megpróbálom elkezdeni, oké? Csak az kell néhány óra, oké? Sziasztok!
Amúgy, jó. Nyugodtan felköszöntettek, mert tegnap volt a...